előttem, mert más én átgondolom, hogy... Jó. Érkezett kettő kérdés, amit megpróbálok megválaszolni a folytatásban. Az első kérdés így hangzik, hogyha nem parancsolhatunk a szellemeknek, akkor hogy működik az ördögűzés? Ez nagyon jó kérdés. Vannak szellemi szabályok és törvényszerűségek. Tehát amikor, és majd erről beszélek egy kicsit később, amikor egy gonosz szellem befolyással kezd lenni az emberi lélekre, annak vannak fokozatai, és vannak okai. Ordibálhatsz, hogy hagyja el az ördög, amíg az okokat, a láncokat, a köteleket föl nem oldjuk, addig nem fogja elhagyni az ördögi lélek. Tehát alapvetően az ördögűzésnél, hiszem erről lesz egy szerint, hogy volt majd bővebben, Sipos Márk testvérünk, tudomásom szerint ebben a témában fog, tehát akkor ott majd bővebben. Tehát van a szabály, hogy ezt szeretném mondani, és amikor feloldulna a kötelek, tehát hogyha bűn van az életben, akkor megvallásra kerül. Ha lelki sérülés, sérülés van a szívben, a lélekben, és megbocsátás jön, elengedés jön, gyógyulásra, az elfogadásra jön az Istentől, a szellem által, szent szellem által, a kegyelem által, akkor lehet azt mondani, hogy kimondjuk, kinyilvánítjuk, hogy szabad vagy. És Jézus nevében megparancsol minden gonosz szellemnek, akinek már nincs joga az életed felett, hogy hagyjon el téged. Tehát itt azért más dologról van ebben az esetben szó, mint amiről én beszéltem, hogy ki kell műszakolni valamit emberileg a szellemi világból. Miért próbálkozik a sátán, ha tudja, hogy veszít? Azért, mert nem tudja. Mert alapvetően a sátán korlátozott ismerete és tudással rendelkezik, és oly mértékben felfoglalkodott, hogy azt hiszi, hogy győzte. És nem is lát bele a végső időkbe. A vesztét tudja, hogy az Isten az ítéletet kimondta fölötte, de azt hiszi, hogy elég embert tud a maga oldalára állítani, hogy a nagy bírósági tárgyaláson az emberek világa azt fogja mondani Istennek, hogy a sátán jó, te pedig gonosz. Ez egy nagy... ezért van lényeg a tanúskodásunknak, hogy mi tanúskodunk. Tehát a sátán korlátozott ismeretekkel, korlátozott belátással van, és oly mértékben felfoglalkodott és gőgös, hogy azt hiszi, hogy győzhet. Na, egy röviden ennyi. Beszéltünk arról, hogy a szellemi valóságnak két pólusa jött létre a sátán lázadását követően. Az ember ennek a két szellemi világnak gyakorlatilag a határán él. Te is, én is. Így mind a két szellemi világból érhetnek hatások bennünket, ezekben a szellemi lényeken keresztül. Tudnunk kell, hogy nincs harmadik út. Két út van. Vagy a sötétség erői, a negatív szellemi dimenziók hatnak az életünkre, vagy a jó szellemi világ, az Isten világa, a menny angyalai hatnak az életünkre. Nincs olyan, hogy én független vagyok, és így indulok a választások. Nincs választásunk, azért sem, mert amint elmondtam nektek, a szellemi lények tekintében, dicsőségben, előben, hatalomban messze fölülmúlják az embert. Tehát nem vagyunk partiban, önmagunk velünk kapcsolatosan. Tehát nincs semlegesség. Vagy az egyik nyer teret az életünkben, az egyik szellemi világ, a gonoszság, vagy a jóság, a sötétség, vagy a világosság, a tisztátalanság, vagy a tisztaság, szentség, lesz hatása az életünkre, vagy ez vagy az. Ellenállni önmagunk erejéből nem tudunk. Még egyszer mondom. Ellenállni nem tudunk önmagunk erejéből. De, mivel ezt a Biblia tudja, mivel az apostolok ezt látták, ezért elkezdték felkészíteni a szenteket, a gyakorlati élet, a családi élet, a munkához való viszony, a szülő-gyerek kapcsolat, a férj-feleség kapcsolat tanítását követően, egy nagyon fontos területén a szellemélet. Most azért mondom ezt el nektek, mert maga a szellemiekkel való foglalkozás, a szellemi harc területe, amire csak egy picit kitekintünk, az nem a top téma a Bibliában, hanem a Bibliában egy téma, amely rendkívül fontos, de a jelenlem kérdése, a kapcsolatok kérdése, a család kérdése, a gyerek kérdése, a szülők tiszteletének kérdése, a tíz parancsolat, az ugyanolyan fontos.
területek. Nézzük meg az Efézusi levél 6. fejezetében, mit ír erről a Szentírás. Végül pedig erősítsétek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Tehát így ez, mondja az írás, hogy az ördög mesterkedik, de nektek hatalomra van szükségetek ahhoz, hogy megállhassatok vele szemben. És ne az legyen hatása az életeteket. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Azaz van egy undok tanárom, aki ki akar velem szúrni, akkor ott nem feltétlenül, és jogtalanul, akkor ott nem feltétlenül csak arról van szó, hogy látok egy embert, hanem amögött lehetnek szellemi erők és befolyások. És sorolhatnám az a kapcsolati reációkat. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, a gonoszság szellemi ellen, melyek mennyei magasságban vannak ültetve. Na most, ebből az igéből látszik, hogy nekünk nem a jó szellemi világban van problémánk. A jó szellemi világból tudjuk az Isten atyai szeretetéből fakadóan, hogy ő nem tud már ránk semmit. Erőszakkal nem ront ránk. Nem erőltet ránk semmit. A sötétség világának erői azonban igen. Méghozzá manipulatív módon, azt mondja itt Pál apostol, hogy mesterkedésekkel, mindjárt ezt megnézzük. Az Istentől elszakadt állapotban lévő ember különösen ki van téve a sötétség szellemi erőinek a játék szereként. Mert őnek nincs világossága, őnek nincs megértése, nincs belátása, mert nem világosítottak a szellemét az Isten szelleme, hogy a szellemi dolgokkal kapcsolatban megértése legyen, hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz között. Az Istennek hátatföldött ember könnyen került a sátán, sátán játékszerévé. Ezek az emberek szabadságokat kitoktatják, közben azonban valójában láncra vert rabok. A rabtartójuk néha hosszabb láncra engedélyeket, csak az dicsekednek, hogy milyen életet élnek és hogy mennyire élvezik az életet, pedig magukat az élet minden élvezetében, amely ad pillanatnyi örömet és annak is a pillanatnyi dicsősége, tehát nem azért csinálják, mert nem szeretik. Viszont van egy pont, amikor az ördög megfogja a láncot, és visszahúzza. Akkor megjelenik a félelem, a depresszió, a szorongás, az aggódás, a sötétség, a reménytelenség az életünkben. És így játszik velük az ördög. Akkor megengedi egy kicsit a láncot, és azt hiszik, hogy de jó napom van ma, ó, minden összejött. Aztán megint meghúzza az ördög. És így játszik velük az, aki rabságában döntötte őket, és egyre mélyebben láncolja magához ezeket a lelkeket. Azt is meg kell állapítanunk a Biblia tanítása alapján, hogy a sátának arra az nincs megengedve, hogy önhatalmulat, erővel rároncson az ember. Tehát azt nem teheti meg az ördög, hogy menj az utcán, és ne állapja a fejed. Mert erre nincs hatalma. Viszont mit tesz? Ragassággal, csellel, mesterkedéssel, ahogy Pál apostol írja, mesterkedés azt jelenti megtévesztés, ugye ezt már említettem, becsapás, félrevezetés vagy tévtanítás, csalja létre az oktalan áldozatát. Ádámot és Évát ugyanilyen mesterkedéssel csalta létre. Sátán célja, hogy az embert a hazugság káprázatában tartsa, és ezáltal elválasztva tartsa Istentől. És akadályozza a megtérését. Tehát ez egy nagyon fontos munkája az emberrel kapcsolatosan, Istentől távol tartsa, hazugság káprázatával, hamis reményekkel, hamis örömökkel, ideig, óráig való örömökkel, és akadályozza a megtérését. A sátán befolyásának különböző szintjei vannak az emberek életében. Erről pár szót szóltam, most a legmélyebb szintjéről beszélek, amikor valaki teljesen leuraltá válik démonok által. Mi történik ilyenkor? Ugye az énről egy pár szót. Amikor valaki a démonok leuralásába kerül, tehát teljes megszállottságba kerül, ilyen volt a gadarai megszállott, amit a Bibliában olvasunk, a Lukács evangélium 8. rész 26. versétől találjátok, ha fölírjátok, Lukács 8.26, aki teljes mértékben leuralkod démonoktól. Mi történik ilyenkor? Az ember saját személyiségének helyébe egy külső személyiség lép be. Felcserélődik. Hát nem az ő személyisége, lelke határozza meg az életének döntéseit, érzéseit, hanem egy külső szellemi valóságból leuralt szellem. Kettő személyiséggel létezik.
azonosul azzal a külső démoni erővel és annak a tanításával az ember, amely nem uralta őt. Ezt nevezzük teljes megszállottságnak. Gyakorlatilag úgy tűnik, mintha megszűnt volna a létező ember, és a démonok életét élik benne. A démonok test nélküli szellemi lények, ezért arra törekednek, hogy testet szerezzenek tisztátalan és gonosz tervék végrehajtására. A sátán maga ugye az Antikrisztus személyében, aki politikai hatalmat fog szerezni a Földön, ezáltal a világi hatalom által fogja végrehajtani a sátán akaratát, és ehhez hívja segítségül majd a hamis prófétát, aki a világvallási hatalmat, tehát a spirituális, a szellemi hatalmat fogja koncentrálni a sátán céljának megfelelően. Tehát maga a sátán sem tud közvetlenül létrehozni hatalmat a Földön, hanem az embereken keresztül. És az emberi rendszereken keresztül, és ennek az kiépítése, akárcsak a globalizációra gondolom, a napjainkban is folyamatban van. Tehát ez a helyzet, hogy a leuratság a személyiséget átveszi egy külső szellemi személy, és azonosul vele a személy, tehát gyakorlatilag, mintha megszűnt volna létezni. És az Úr Jézus kiűzte ugye a gonosz szellemet a gadarai megszállókból, és a gonosz szellemek jobban érezték magukat a disztókban, mint hogy visszamenjenek abba a szellemi sötétségbe, ahonnan testet szereztek maguknak a gadarénusban. És az állapotát pedig látjuk a Bibliában, hogy milyen állapotba került, és ez célja az ördögnek. Az ember közösségbe kerülhet démonokkal. Tehát kapcsolatban kerülhet velük, közösségbe kerülhet, kommunikálhat velük. Erről szól a Biblia az 1 Korintus 10:20-ban. Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, ördög, igen, démonoknak pontosan, tehát helyes fordítás ez, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti a démonokkal lennétek közösségben. Itt a bálványokatásról beszél Pál apostol. Tehát nyilvánul a Szentírás alapján bizony, ahogy az Istennel közösségben lehet az ember, ugyanúgy tart a kapcsolatot a démonokkal, a démonvilággal, kaphat utasításokat, valamilyen részleges belátást a szellemi világban általuk. Ugye az okkultizmusnál ezt már említettük. Szólhatnék még a elkárhozott lelkekről, a voltak lelkeiről, 1 Péter 3.19.20-ban, és az 1 Sámuel 28-ban az Endóri halott idéző asszonynál olvasunk arról, hogy a halottak világából Sámuel lépett vissza, nagyon nehezen értelmezhető kinyilatkoztatás, és beszél az 1 Péter 3.19.20-ban a Szentírás a börtönben lévő szellemekről, a börtönben lévő lelkekről, akik elkárhozott lelkek Noé korában, hogy az Istennek a dicsőségét nem fogadták el, és oda ment Jézus prédikálni ezekhez a szellemekhez. Egyesek szerint ezek a szellemek szintén befolyással lehetnek emberekre, sőt, kóborolnak ezek a túlvilági szellemek, és testet keresnek maguknak, ezzel óvatos lennék. De ilyenek is, ezt komoly keresztény tanítók is mondják, komoly miatt azt értem az adat, hogy tényleg hiteles emberek. No, lépjünk tovább. Mit kell tehát nekünk tenni, mi a mi felelősségünk, hogyha mi a szellemi valóság mesdjén élünk? A sötétség és a világosság mesdjén élünk. A Biblia egyértelműen azt mondja, hogy az ember lelke, a nefes, éberül, vagy a psziché görögül, a szellemi dolgok felé a szellemén keresztül kapcsolódik. Tehát a szellemi dolgokat az ember szelleme tudja fölfogni. A testi dolgokat pedig a testén keresztül képes, azokat a testén keresztül képes az ember csatlakozni. Az én tudatunk, a személyiségünk, tehát az, hogy én ki vagyok, az a lelkünkben lakozik. Ott van a gondolkodásunk, az értékítéletünk, a megértésünk, a megvizsgálás, az elemzés, a döntés helye van. Ezért a lelkünk, a személyiségünknek nagyon fontos szerepe van, a Biblia szívnek is nevezi ezt a területet, nagyon fontos szerepe van abban, hogy megértésre jussunk azokkal az impulzusokkal kapcsolatban, amik érnek bennünket, hogy megvizsgáljuk azokat. Teszeljük, hogy a levélben azt mondja a Pál apostol, hogy vizsgáljatok meg minden szellemet. És csak azokat fogadjátok el, amelyek az Istentől vannak. De ne oltsátok ki azokat a szellemeket, azokat a befolyását, amelyek az Istentől küldettek, azért mert féltek, hanem vizsgáljátok meg. A megvizsgálásban az ember személyiség, a lelkének nagyon fontos szerepe van, mert ott elemezzük a szellemünkön keresztül hozzánk érkező információt, és ott hozunk döntéseket. Óriási veszélyben van a mai társadalom, amely a szemével hal, és az érzéseivel gondolkodik.
Gyakorlatilag olyan kultúrában élünk, amely olyan mértékben föl van pörgetve és olyan mértékben vizualizálódott, hogy az embereket megpróbálja megfosztani, különösen ugye a fiatalabb generációt, attól, hogy elemezzen, értékeljen. Óriási információ áramlattal áraszt jelenként a sátán meggyőződésem, tévé, internet, számítógép, okostelefon, mozi, labda. Tehát egyszerre. És ugye ebben már nem fél bele azt, hogy az ember elemezzen, értékeljen, elcsendesedjen. Mérlegek, honnan jöttem, hova jutottam? Mi lesz ennek a vége? Márpedig a Biblia nagyon világosan azt mondja, hogy nekünk keresztényeknek fontos, hogy legyen időnk arra, hogy elemezzünk és értékeljünk, hogy elcsendesedjünk, hogy tanulmányozzunk a Szentírást, hogy imádkozzunk, hogy beszélgessünk ezekkel a kérdésekkel, akár egymással is. Mert a léleknek is egy fontos területen a kapcsolatban. A gonosz szellemnek jó szellemi áldásokat képtelenek adni, ezért testi örömöket kínálnak, festett életet akarnak adni, melyre a szellemünkön keresztül próbálnak ösztönözni bennünket. Tehát hatásra próbálnak lenni a szellemünkön keresztül, hatásra próbálnak a testünkön keresztül, és hatásra próbálnak lenni a világon keresztül az életünkre. Hogy ezt a testiséget éljük. És mikor az ember elkezdi odaadni magát a testiségnek, egy keresztény ember ezt megteszi, úgy érzi, hogy szabad rá. És valóban így van, mert az Isten szabadságot adott, és úgy érzi, hogy nekik, úgy érzi, hogy megtehetett. Igen, csak itt jön a munka. De amikor megteszi, egy másik szellemi állapotba kerül. Ez pedig a megkötözöttség állapota. Vagy a bűn állapota először abba kerül. Elválaszol ezt Istentől, homályban a szellemére, fájdalom jár át, félelem, a lelkismeret elkezd minden riasztóan egyszer belép, és amikor tovább megy ebbe a bűnbe, akkor elkezd egy megkötözött emberé válni. És egyre inkább leuralták ezt válni a démonok által. János apostol felhívja a figyelmünket, tehát, hogy vizsgáljuk meg a szellemeket, egészen pontosan kísértsük meg, meg próbáljuk meg őket. 1 János 4:1-et írjátok föl ehhez. 1 János 4:1. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Tehát számomra azt mondom, hogy a mai viselkedésünk szempontjából rendkívül fontos a mi megvizsgálás. Csak belegondoltok, erre van legkevesebb ideje a mai embernek. De ha valamikor áradtak a tanítások, áradtak a hamis proféciák, a beteg tanításokat tartalmazó könyvek, ha valamikor áradtak, akkor most áradnak. Nem feltétlenül azért, mert most több van, mint volt, hanem azért, mert több emberhez juthat el. Tehát a kommunikációs csatornák olyan mértékben fejlődtek, hogy a rengeteg információ nagyon sok emberhez eljuthatna már. És ott nincsenek olyan lelki emberek, szellemi emberek melletted, akik azért maradtak a gyülekezetben, hogy fölkészítsenek a szolgálati végzésére, vagy lelki felvigyázóként óvják a gyülekezetet a tévedéstől, önállóan találkozol ezeket a dolgokkal, és azt hiszed, hogy neked ez megy, neked minden van ajándékod. Nagyon veszélyes. És ezeket az embereket hiszen kivonja az ördög a gyülekezetekből, a kis közösségekből, és megtölti felfogalkodottságban őket. A mérgezet, amikor valaki megmérgeznek, és a méreganyag elkezd felítődni a szervezetében, akkor elkezd megnőni az arca, felpuffadni, és elválaszik a szélen. Látodok már ilyet? Felfogalkodni, felfújulni. És a felfogalkodott ember nem fogadja már a tanítást, mert ő fölé helyezi magát. És nyilván a démonok tanítása által az ember a büszkeség és a bőgjárját. És azért magát fölébe helyezi, akár a lelkipásztoroknak, a ifjúsági vezetőjének, vagy a lelkitársai barátainak, vagy férjének, feleségének. Tehát vizsgáljuk meg a szellemeket, azt mondja az írás. Nem mindenkitől fogadunk be dolgokat az életünkbe, mert amit befogadunk, az hatni fog rá. Nem minden ilyen tanítást, vagy mit olvasunk, és abból mit fogadunk el, mire mondjuk, hogy ámen, igen, elfogadom, mert Istentől van, az ige szerint van. Megvizsgáltam. Ha nem tudtam megvizsgálni, kértem segítséget, mint ahogy tanácsoltam nektek a témákkal kapcsolatban is. Ezekben szellemiségeket fogadunk be. Vegyünk egy példát. Csak egy igényi példát vettem, ez gyakori bizonyos körökben és könyvekben is megjelenik, mint tan. A Máté Evangélium 18:19 alapján, ami így hangzik, bizony mondom néktek azt is, ha közöttetek ketten egyetértenek a Földön mindabban, amit kérnek,
azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. No, némelyek erre az ígére építve fölépítenek egy teológiát. És azt mondják, nem kell más tenni, csak ketten összejönni, nagyon akarni valamit, és lehetőleg egy akarattal, és akkor az Isten azt meg fogja tenni. Na most a szellemi törvényekkel kapcsolatosan, amit eddig átvettünk a Bibliában, ez megáll? Attól, mert én egy akaratom vagyok veled, de akár százan egy akaratom vagyok, attól én az Isten kényszerítettem cselekedet, attól fog tenni valamit? Nem hallom. Ó, halleluja, de jó, szuper, köszönjük vagytok, csináltak, nagyon jó. Bizony nem, már pedig oldalakon keresztül szólják a bizonságaikat. Csak kérdés, hogy kitől kaptak és mit. Ez nagyon fontos kérdés. Anániás és Szafira esetekbe juthat a Bibliában, az apostolok cselekedeteiben, ahol ez a két személy házaspárnak voltak, eladtak egy földterületet és mentek adakozni. De megegyeztek együtt, egy akaraton voltak, hogy egy kicsit eltesznek a lóvéból, holott egy figyelcseket volna vinniük, mert az adakozás nem kötelező, akkor sem volt az, csak ők ugye nagyok akartak lenni, hogy hát ők is vannak olyanok, mint a többi hívő. És akkor letették ugye külön az adományt, és meg tudták nyerni az Istent maguk számára? Pedig egy akaraton voltak, meghalt mind a kettő. Mind a kettő meghalt, mert hazudtak a Szent Szellemnek, azt mondja Péter. Hát nem mondom, hogy a mai korszakban azért ez jellemző. Mert nagy bajban lennénk. Nyúlsz az úrvacsony után, aaaah! Mondhatok, ezzel nem úrvacsonyozna senki. Hogy ezért betegek közöttetek sokan, és halnak meg számosan. Ja, hogy lehetséges az, hogy tisztáltan vesznek emberek úrvacsonyra évekig. És aztán utolérni őket? Mert a szellemi dolgokban való törvényszerűségek nem azonnal hatnak az emberek életükben. Ezért azt hiszik az emberek, hogy bármit megtehetnek. Mert akkor nem lesz a következmény. Ugyanígy a növekedés sem egyik pillanatra a másikra van az Úrban. Ott is van egy folyamat az ember életében, amelyet megelőzi az oraszállásunk, odaadásunk, tiszteletünk, szeretetünk, viszonszeretetünk Isten felé. Ne felejtjük tehát, hogy szellemi lényeket mi nem tudunk, akármennyien vagyunk egy akaraton befolyásolni. Akkor mit jelent az ige? Hát azt jelenti, hogy van két ember, aki szereti az Urat, mert Isten előbb szerette őket. És odaadták az életüket az Úrnak, és keresik Isten akaratát egy-egy dologban. És a Szent Szellem által van világosság. Összejönnek, és ezt megerősítik ebből. Hogy az Úr arra vezetett. Azt jelentette ki neked. És megvizsgáltam, hogy tényleg ez az Úr szellemétől van, az ige szerint van. Tehát Isten ezt akarja, hogy Isten akarja ezt cselekedni a Földön. Tehát csatlakozunk hozzá. Megyünk vele. És akkor rengeteg csodát élnek át az ember. Valakitől hallottam, hogy elment egy osztálytalálkozóra, és beszélgetett Isten dolgairól, és megszólította a régi osztálytársa, olyan, hogy te nem akarsz bennünket megtéríteni. Holott már egy fél órája Istenről beszélgetünk. De hogy nem akartak. És akkor elkezdték az emberek megvallani a bűneiket. És mondtam. Ja, hogy Zákeus is így történt? Hogy Jézus nem nagy predikációt mondott nekem, bement a házába, és olyan mértékben jelen volt az Isten jelenléte, hogy az Isten szelleme megítélte benne a bűnt. És nem kellett a fejére olvasni, hanem egyszerűen ő akart abból szabadulni. Azt gondolom, hogy mi erre vágyunk, igaz? Ezekre a csodákra vágyunk. Istennek a jelenlétére vágyunk. Igen, a szellemmel kapcsolatban beszélünk arról is, hogy a szellem egyrészt személy, másrészt áramlat, áradás. Tehát vannak szellemi áradások. Ez a Biblia tanítja. Ha visszaemlékeztek arra, hogy a János Evangélium a harmadik fejezetében a Szent Szellemről mit mond Jézus, mihez hasonlítja? Mikor Nikodémussal beszél és az újjászületésről beszél, hogy olyan a Szent Szellem, mint a szél. Hallod a fúvását, érzed a hatását, de nem tudod, hogy honnan jön, hova megy. Azaz nem tudod vezetni. Nem törlakoz rajta, de érzed, amikor munkálkodik. Szellemi áradások vannak, kiáradások vannak, a szellemnek kiáradásai vannak. Az emberi szellemnek is vannak kiáradásai egyébként. Ezért van az, hogy amikor van egy nagy szellem, aki sokat kapott, akkor az lenyűgöző tud lenni. De abban az emberek dicsőségét nyilvánulnak. Kapnak zenészek, művészek, óriási talentumokat. Tehát ugye nagy szellemek, karizmatikus személyiségnek is nevezik őket. És egyszerűen azt érzed, amikor beszélnek, hatással vannak az emberek.
nem az Isten hatása, hanem az egy szellemnek hatása. De érezhető van egy áradás a szellemnek. Azért, mert ez egy szélnek. Áradata is van a szellemnek, egy személy, másrészt áradás. Ez is egy érdekes dolog, és akkor így, mert ezeket nem tudjuk, akkor nem értünk dolgokat meg. Mikor Jézus oda megy a tanítványaihoz feltámadása után a 20-22-ben, János 20-22 ismétlem, ezt mondta, rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek Szent Szellemet. Na most, melyikőtök érti ezt az igényt? Ki se állat még a Szent Szellem? Hát pünköskor állt ki a Szent Szellem, akkor hogy van, hogy vegyetek Szent Szellemet? Hát úgy, hogy ő tele volt Szent Szellemmel. És amikor rájuk lehet, azaz, amikor beszélt veled, az ő jelenlétében Isten Szelleme kiállt, és azt mondja, nyissátok meg magatokat annak, ami bennem van, hogy megértése jussatok, és ne legyetek tudatlanok, hanem ismeretre jussatok. Emlékezzetek a Emmausi tanítványokra, mennek Jézussal, vakok nem értik, hogy Jézus föltámadt és él, bemennek vele, de megtörik a kenyeret, és azt mondja, az Úr az, és mit mondana? Avagy nem herült a szellemünk, amikor hallgattuk. Miért? Mert Jézus kiállt az Isten szelleme. Csak az emberek hatása volt a kiálló, az áradó szellem. De nem értették, mi történik velük. Majd mi történt? Az értelmünk, a személyiségben földolgozták a tapasztalatokat, és felismerése jutottak. Milyen nagy szerepe van, látjátok, az elemzésnek, az értékelésnek az életünkben. És akkor vált használhatóvá ez a tapasztalat. Emberek megelégszenek az, hogy szellemi áradatokban úsztak. Halleluja! Touch the screen! Holott önmagában ez nagyon kevés. Ezzel még nem leszel előrébb. Ha nem jutsz megértésre az Úr bölcsessége által. Mert akkor ez a tiéd. És akkor tudsz tovább menni, akkor tudsz ebben mozdulni, ebben a szellemi mozgásban. Én nagyon szeretem van egy-két pünkösdi barátom, testvérem, annyira élvezem, hogy azzal tudnak mozdulni a szellemben. A gyerekkorútok ezzel benne nekre. És olyan úgy virgonszkodnak bele, mint a fal a vízbe. Nekem baptistának egy picit ez nehezett. De nekem nagyon erős az elemzés. Mondta is egyik barátom, hogy látta rajta, amikor hallgattam prédikálni, le is szólt. Sajnálom, hogy minden szavat vizsgálod, igaz? Igen, ütköztetem az időre. Tehát tudunk egymástól tanulni, és valószínűleg, hogy hatással is vagyunk egymásra. Az a szellem, ami bennünk van, az hat most is, hogy még benne van, az is hat rád. Olyan mértékben, hogy ezt megnyitott. De legjobban, amire vágyunk, hogy az Isten szellem hason benne. Ami sokkal több, mint amit én el tudok mondani, mert olyan dolgokat is elvégeztem benne, amire nem is gondoltam. Tehát ez a szellem áradása. Milyen gondolat a lelkiismeretről, amely része a szellem életünknek. A lelkiismeret felett nem uralkodik a lélek. Tehát nem tud dönteni a lelkiismeret felett. Hiába elemzed a lelkiismeret impulzusait, nem tudod elnyomni. Nem tudod kikapcsolni. De a személyiségednek, az énnek nincs hatalma, uralma a lelkiismeret felett. A lelkiismeretünk olyan eszköz, valaki azt mondta, hogy olyan, mint az iránytű bennünk. Azt mutatja meg, hogy eltértünk az úttól. De azt már nem, hogy mit kéne tenni, hogy visszatérjünk. Ezt a lelkiismeret hangjára való reagálás is rendkívül fontos. Tehát, hogy elemezte. Hogy nem jól érzem magam, békétlen van a lelkem, a szellemem. Nem jól mennek a dolgaim. Kudarcokat élek meg. Ez próbatétel? Hogy valamit elrontottam. Betegségbe került az életem. Bűnkövettem el? Tisztáltalom vettem az úrvacsorát? Van miről megtérdem? Vagy megpróbáltatás írja az életemet? De minden. Igaz? Egyáltalán mindegy, hogy megértem-e, megértesítek-e, hogy ami velem történik, az miért történik? Tehát a lelkiismeretet ugye ilyen szempontból behelyezte az életünkbe Isten, az Isten igazságának iránytűje. Az Isten igazságától az ember eltér, akkor jelez. De más nem lesz. Csak jelez. Krisztusban van lehetőség helyreállni, megbánni az elhajlásunk, az eltérésünket. Megtérni az okból, és Krisztus adja az ő szabadítását. Egy ábra, és ha valaki rajzolgatni akar, csak annyit mondok, hogy a nagyobb pöttyök az azt mutatják, hogy mi hat mire. Ebben az esetben az ember szelleme hat az ember lelkére. Ebben az esetben az ördög próbál hatni a testünkre, és testünkön keresztül befolyásolni bennünket, hogy azt tegyük, ami az ő akarata.
Az ördög a világra hatással van, hogy a világ áradásai által hatással legyen az életünkre, hogy azt akarjuk, ami neki tetszik. És a múltunk, a jó és pozitív, a jó és a negatív emlékeink szintén hatással vannak a döntéseinkre, gondolkodásunkra, és ez együtt határozza meg a viselkedésünket. Tehát ez így gondolom érthető volt nagyjából. Tehát a pöttyfal azt jelenti, ahonnan az a kis vonal mutat, és ahova a pötty van rajzolva, az van hatással arra, ahol a pöttyöt látják, ha le akarjátok rajzolni. Egyébként Tom Marshallnak az ábrája ez. Ki ilyen tekintét az életünkben? Fontos kérdés. A római levélben Pál apostol a Róma 6.16-tól a következőt írja ebben a témában. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak? Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságnak. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtek annak a tanításnak, figyeljetek, amelyre követésére adattak. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Tehát a tekintély kérdés rendkívül fontos. Akit én tekintélynek tartok az életemben, az az engedelmességemben válik megfoghatóvá. Ha én azt gondolom, hogy Isten az én tekintély az életemben, hogy a Biblia tekintély az életemben, az attól válik valóságosá, hogy engedelmeskedem az igének. Viszont akinek engedelmeskedek, annak szolgája vagyok, ahhoz tartozom, és annak a személye hat is az életemben. Az Isten szolgálom, az Isten ereje foglalkozni az életemben, az Istennek adom az életemet, és az ő szabályai szerint élek, akkor Isten szelleme fog működni az életemben. És a Szent Szellem tekintélye alá helyezem az életemet, és engedelmeskedek a vezetésének, akkor a Szent Szellem tekintélye fog működni az életemben, és jellemzője válik az életemben, hogy beteljesedek Szent Szellemben. Az, hogy minek lesz hatalma a Földön az életünkben, az attól függ, hogy minek adok tekintélyt tehát. Pál következőt írja az Efézus 2.1-től. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt. Amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát az engedetlenség fiaiban működik egy szellem. Még az olyan ördögi szellem, amely az a sátánhoz hasonló. A sátánra jellemző dolgokat munkálja az életükben. Ekkor mi is, ez nagyon fontos, ekkor mi is, mindjárt közöttünk éltünk, testünk kívánságaival, figyeljetek, követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harapfiai voltunk emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. Tehát a világ és a test által leuralta az életünket a sátán, és az akaratát teljesítettük. Az ember valójában Isten nélkül vak, ezért nem érti a dolgokat. Világosságra van szüksége, hogy a szellemiekben megértésre jusson, és az állapotára vonatkozóan megértse, hogy elveszett vagyok, rab vagyok, szabadulásra van szüksége. A 2. Korintus 4.4-ben azt olvassuk, ezeknek a gondolkodását a világ Istene megvakította, mert hitetlenek. És így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Aki az Isten képmása, mint Krisztus. Olyanok is lehetnek, akik valamikor tiszták voltak, és szellemben jártak. Már azonban le vannak igázva, és ezt a szellemi vezetetést elvesztették az életükben. Mert megnyitották magukat olyan tévegéseknek, olyan testi dolgoknak, amely elvitte őket egy rossz irányba. 2 Timóteus 2.26-ban olvassuk erről a helyzetről, talán kiózanodnak a vádló törvényből. Ki élve fogta meg őket, hogy akaratának engedelmeskedjenek. Vagy jó hírem van, meg lehet szabadulni ebből az állapotból. És valaki már most érzékeli, az életemben bizonyos területén a sötétség befolyása jött rá, mert megengedtem, mert így döntöttem, mert nem az Istenek engedelmeskedtem. És most bajban vagyok, tudom hirdetni a szabadítást. És akkor a szívről. A Máté 13.15-ben azt olvassuk, mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behagyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsen őket.
A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hal. Nagyon fontos kijelentés. No, a szív plusz mangalica szalonna. Mi lesz ebből? Az a helyzet, hogy a disznó november magasságáig tök jól érzi magát. Jön a gazdasszony, círogatja a fülét. Nagyon sok moslékot kap. Olyan sok moslékot kap, hogy sokkal több, mint ami neki kell a mozgásához. Ezért jól meghízik. Úgy tűnik az udvarban, hogy jön a király. Azonban eljön egy hideg novemberi reggel, és a disznónak egy új felismerés hasít az agyába. Humoros, igaz? Máté 24:51-ben a következőt olvassuk. Akkor ketté vágja, és a két mutató sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Döbbenetes dolog, hogy így van a szellemélettel is. Hízlalhat bennünket az ördög. Elkérdezheted. Dicsőséget adhat nekünk, földi világi dicsőséget. De miért teszi? Hogy aztán elpusztítson. És a végül a vége az, hogy a mágoidra kerülünk, és a képlató sorsára jutunk. A legborzasztóbb, amikor valaki jár gyülekezetben, és úgy éli a testi robot életet. Nem értem, miért teszi. De meg lehet érni. Eluralkodnak az emberen a világi dolgok, elvét, elöntik ezek a gondolatok. A test kényeztetése, nem a normális pihenésről beszélünk, hanem a test kényeztetése, hízalása. És itt három dologról beszél Ézsaiást idézve Jézus a szellemi érzékszervekkel kapcsolatosan. Beszél a fülről, a szemről és a szívről. Röviden, fülükkel nehezen hallanak, azaz hallják, de nem akarják befogadni. Ez jelent a nehezen hallanak. Most is vannak, akik hallanak. És kérdés az, hogy befogadod-e? Azt mondom, én vagyok. Uram, szükségem van a szabadításodra. Tovább szeretnék lépni. Megértettem, hogy több van nálad. Rád akarok figyelni. Aztán azt mondja, hogy szemünket behunták, hogy ne lássanak. Ja, a Biblia ezeket a fizikai érzékszerveket használja a szellemiek megértetésére. Ennek van szellemi párja. Itt szellemi hallásról van szó, és szellemi látásról van szó. Csak a fizikai szervek segítenek nekünk képszerűen megfogni a szellemi valóságot. Szemünket behunták. Itt is egy aktivitásról van szó, tehát behunom a szemem, azért, hogy nem akarok tudomásul venni, amiben vagyok. Nem akarok szembenézni azzal, ami felé haladok. Nem akarok szembenézni azzal, aki valójában vagyok. És ezek az emberek, ezt, hogy fülükkel ne halljanak, nem szeretik hallani azoknak a beszédét és tanítását, akik megpiszteltek egy kicsit. Olyanokat keresnek, akik olyanokat mondanak, hogy balzsamozzák a vérkes bűnösokat természetüket. És kerüljék a kellemetlen szituációkat és kellemetlen fickókat. Olyanokat, amilyen te vagy. Meg én. Szívükkel ne értsenek. Erről beszéltem, hogy az ember személyiségének központja szív, amely földolgozza a szellemi impulzusokat, döntésre jut, megértésre jut. És a legfontosabb dolog, hogy meg ne térjenek. Az Isten célja ez, hogy megmentsen bennünket. És hogy meg ne gyógyítsam őket, mert az Isten meg akar gyógyítani. Azért szól, azért figyelmeztet, nem megszégyeníteni akar, hanem meggyógyítani és megszabadítani. Az utolsó hián az elragadtatásról. A Biblia beszél többféle elragadtatásról, szolgáinak elragadtatásáról is beszélünk, hogy a szellem által például Fülöp testben ragadtatott el egy lakatlan világra, és találkozott a etióp komorékkal, bizonságot tett neki. Pál apostol elragadtatott testben vagy testen kívül maga sem tudta a paradicsomban. Viszont egy napon elragad bennünket az Úr. Nem leszünk örökké a Földön. Ne feledd, amíg élsz, addig van lehetőség rendezésre, szabadulásra. Isten igéje azt mondja nekünk, hogy aki bűncselekszi, az az ördögtől van, az az ördög befolyásának enged. A démonok, ez démon befolyásának enged. Mert a démon cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Ezért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Szeretném, ha most elcsendesednénk, és tudnánk imádkozni együtt, hogyha szükséged van az életedben arra, hogy az Isten fia Krisztus megrontsa, megtörje az ördög munkáit az életedben, most legyünk csendben, és gondoljuk ezt végig. Majd kérni fog, hogy átjön helyre, és együtt szeretném imádkoznánk ezért.
és ezzel zárnánk a délelőtti témánkat. Jó, egy kis időt adok, aztán meg kérni fogom, hogyha szükségem van arra, hogy így imádkozzunk, azt mondom, Uram, tégy rendet az életemben, szabadíts meg, téged teszek tekintélyé az életemben. Arra van a szükségem, hogy te befolyásol az életemet, és a te erőd, a te áldásod, a te szerítséged szeretetet töltsön nekem. Picit én csendben, aztán kérni fogom, hogy álljunk föl, és így imádkoznánk együtt. Szólt hozzád az Úr is, azt mondta, hogy itt vagyok, Uram, rád van szükségem, tégy rendet a szívekben, szellemi dolgokban, az életemben, szabadíts meg, formálj, neked adom az életemet, téged teszek tekintély az életemben, és szeretnék ezért imádkoznunk, elfogadni, és szeretnék érteni, imádkozni, meg veled együtt, mert nekem is szükség van erre, kérlek, állj fel helyeden, jelezd ezt Istennek, hogy itt vagyok, Uram, megszólítottál, jövök hozzád, munkálkodj az életemben. Aki van itt, kérem, hogy állj fel a helyedet, hogy így tudjunk együtt imádkozni. Várok egy kicsit, hogy szólt hozzád az Úr, te tudod, és azt mondod, hogy hallottam, nem dugom be a füvet. Most már látom, nem hagyom a szemem, mert te meg akarsz szabadítani, megtérésre akarsz vezetni, meg akarsz gyógyítani, helyre akarsz állítani. Várok még egy kicsit, hogyha valaki vívódik, mert ugye két szellemi világ mesdjén élünk. Mind a két szellemi világ működik most. Ez a helyen is. Engedj az Isten szellemének. Amen. 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 Tudunk egy tapsot adni Jézusnak?